Megre hazaértem iskolából. Erre most már megcsinálom azt a pókos videót, már most már kellene nagyon. Házi kaszáspók. A házi kaszáspók, vagy Phalangium opilio, a pókszabásúak osztályának a kaszáspókok rendjébe, ezen belül a Phalangidae családjába tartozó faj. Előfordulása. A házi kaszáspók elterjedési területe egész Európa, Szibéria és Ázsia nagy része délfelé Észak-Afrikáig. Észak-Amerikába és Új-Zélandra betelepítették. Az állat rendszeresen előfordul, helyenként gyakori. Egyaránt megtalálható természetes és emberlakta környezetben is. Megjelenése. A házi kaszáspók nagysága éppen eléri az 1 cm. Színük többféle lehet, a nőstényekre általában a szürke jellemző. A Phalangidae családjába tartozó fajok rendkívül hosszú és vékony lábaikról, a második pár láb a leghosszabb, könnyen felismerhetők. Az állatoknak 4 pár lábuk van. Mégis a Közép-Európában élő 23 többnyire gyakori fajt a szabadban nem tudjuk meghatározni. Ha megfogunk egy kaszáspókot, könnyen elveszíti egyik lábát. Gyakran összetévesztik a pókok rendjébe tartozó alkaszáspókokkal. A legszembetűnőbb különbség, hogy a kaszáspókok előteste és utóteste széles alappal csatlakozik egymáshoz, mintha látszólag az egész test egy szegmensből állna. A szexuális dimorfizmus jellemző rájuk, a kisebb termetű hímek 4-6, a nőstények 5-7 mm hosszúak. A hímek csáprágója szokatlanul fejlett. Életmódja. A házi kaszáspók nyáron és ősszel gyakran előfordul füveken, fákon és bokrokon. Városokban a házak falán is megtalálható. Tápláléka a korhadó növényi részek és elhalt állatok. Szaporodása. Párosodás után a nőstény a talajba vagy fák kérge alá rakja petéit. Több kaszáspók fajnál előfordul, hogy a peték lerakása után a hím velük marad és védelmezi, tisztogatja őket. Májustól novemberig találkozhatunk fiatal kaszáspókokkal.